Tompa Mihály, a Pittypang meséje. Illusztrálta és meséli Szilajka Erzsébet kavics művész. A virágok tündére egy napon sorra meglátogatta az alattvalóit. Megkérdezte tőlük, nincs-e panaszuk, kérésük, kapnak-e hűvös reggeli harmatot, kedvesen játszadozik-e velük az esti szél, fölkeresik-e őket a pillangók. A kényes kerti virágok sorra elmondták panaszaikat. A rózsa arra kérte a tündért, intézze úgy, hogy a viola illata ne legyen olyan fűszeres, mert irigy volt ez a kerti rózsa. Irigyelte a viola édes illatát. Azt szerette volna, hogy az emberek csak az ő illatában gyönyörködjenek. A virágok tündére jó szívű volt, mint az egy tündérhez illik. Megszitta hát az irigy rózsát, és megsimogatta a hallgatag, csöndes violát. A százszor szép arra kérte a tündért, növesszen neki töviseket, hogy az emberek nehezebben tudják leszakítani. A lilium élesebb kardokat kért. Az estike meg azt szerette volna, ha ő nem este, hanem reggelenként nyílna, illatozna. A tündér szokon vette a virágokhoz csöppet sem illő sok kérést meg panaszt. Rossz kedvűen ment el a kertből. Elhatározta, hogy egyhamar nem látogatja meg ismét az elkényeztetett virágokat. Lehorgasztott fejjel ballagott hazafelé az erdőben. Így történt, hogy meglátta az út szélén a porban virító pittypangot. Megállt előtte. Mondd, kedves pittypang, nincs valami kérésed, parancsod? A pittypang csak ingatta sárga fejét, hogy nem, nincsen sem kérése, sem panasza. Nem kívánsz magadnak jó illatot? Esetleg tüskéket, hogy ne tudjanak leszakítani a gyerekek? Nem, a pittypang nem kívánt semmit, de amikor a tündér továbbment, felsóhajtott. Meghallotta a tündér a pittypang sóhaját, visszafordult. Talán mégis szeretnél kérni valamit, pittypang? Hiába minden, tündér, az én bánatomon te sem tudsz segíteni, mondta a pittypang. Messze földről kerültem ide, ebbe az országba. Meggyökereztem itt. Tudom, hogy soha többet nem láthatom a hazámat. De ha eszembe jut a régi táj, mindig nagyon szomorú vagyok. Csak legalább a gyermekeim elmehetnének. De hát azoknak nincs szárnyuk. Gondolkozott egy kicsit a tündér, mert csodatevő, nagy hatalma volt. Úgy intézte, hogy a pittypang bolyhos fiacskái, leánykái, a termésbóbiták, ezentúl apró szárnyakkal szülessenek. A bóbiták apró szárnyába belekap a szél, repíti őket hegyen völgyön át. Messzi földre elrepülnek, s ha jó szél fúj, a pittypang egyik-másik fia, lánya visszaröpülhet a régi, elhagyott hazába is.